Egy kamu unboxing következik, mérpedig előttem, vagy mellettem a Coolpix P900-as, mégpedig a Nikontól, és most kamu unboxingoljuk. Hello mindenki, mellettem a... majdnem Canont mondtam. Hello mindenki, mellettem a Nikon Coolpix P900 fényképezőgép, viszonylag hatalmas nagy doboza, amit mindjárt kamu unboxingolunk. Miért kamu? Hát valaki ezt már legalább egyszer kibontotta. Én megteszem több egyszerre is. Legalább látjátok, hogy mi van ebben a dobozban. Elég nagy Nikon színekkel, ami a fekete és a sárga. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy mi van belül. Nem fogjátok kitalálni. Használati utasítás nem, ugyanis az hiányzik, de hát ez az egyetlen hátránya ennek a mai unboxingnak. Viszont a lényeg itt van, nem hiszem, hogy a használati miatt sírtok. Maga a fényképezőgép, ami már így látjátok, hogy elég méretes egy darab. Rajta természetesen egy ilyen kis összenyomható, rugós, objektív védő sapkával. Ezt most ide félretesszük, legyen mondjuk itt a szélen. Nem tudom, hogy látjátok szebben, illetve hozzá egy szép válpánt, aztán egy hálózati adapter, ami két részből áll, ez már össze van pattintva, én nem akartam ezt most így szétvenni, magából az adapter részből, illetve egy dugaszból, egy fali dugaszból, amit itt szépen össze kattinthattok, és utána úgy is marad. Ahogy látjátok, így az adapter résznek az alján USB kábeles ajzat van, tehát egy USB kábelt tudtok bedugni, mégpedig azt, amit itt a dobozban találtok, ez nagyjából egy 1 méteres szimpla USB és mini USB végű kábel, illetve a dobozban találtok még egy lítium-ion kis akkumulátort a géphez, ami egy 1850 mAh-es akkumulátor. És akkor nézzük meg, hogy mekkora ez a gép. Hát így kézbe fogva nem látjátok, hogy mekkora, illetve nem tudhatjátok, hogy mekkora a kezem, de azt el kell mondanom nektek, hogy minimum egy belépőszintű tükörreflexes fényképezőgép, mondjuk a Nikon D3000-es sorozatnak a méretét hozza. Egy picit talán kevésbé vastag, tehát így a vastagsága. Viszont ez az objektív, ez jóval hosszabb, mint egy alap tükörreflexes fényképezőgép, belerúgtam közben az asztal lábával, ez semmi probléma. Tehát ez az objektív sokkal nagyobb, nehezebb, mint egy alap objektív egy belépőszintű digitális tükörreflexes géphez, ami körülbelül olyan 3x zoom átfogású, ez pedig egy 83x zoom átfogású objektív. Itt láthatjátok is, ha látjátok egyáltalán, 24-2000 mm-es ekvivalens gyújtótávolságnak felel meg ez az objektív, és hogyha oldalra nyúlok, és mondjuk előveszek egy ősrégi, de egy nagyjából egy átlagos, közepes méretnek számító tükörreflexes fényképezőgépet, és így mellé teszem, akkor körülbelül látjátok, hogy mi a különbség. Igen, ez egy picit nagyobb, viszont egy alap tükrös modellnél ez szerintem nagyobb, beleértve az objektívét. Most ezzel tudom nektek megmutatni. Körülbelül ez a méret különbség, és a következőkben már nem csak kicsomagolok, állandóan csak kicsomagolok az utóbbi időben. Szóval a következőkben nem csak kicsomagolok, hanem le is teszteljük majd ezt a fényképezőgépet, vagyis a Coolpix P900-at. Szerintem jövő hétre várható a tesztje. Addig is majd láttok egy másik tesztet a múlt héten kibontott kis Panasonic videókamera tesztjét. Legalábbis remélem. Szerintem holnap. Vagy... de. Vagy nem? Na mindegy! Mindenkinek köszönöm szépen a figyelmét, aki végignézte a videómat. Hogyha tetszett, nyomjatok egy lájkot, illetve ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, nem fog fájni. Egyébként, hogyha bármilyen kérdésetek van jobbára ezzel a fényképezőgéppel kapcsolatban, akkor feltehetitek itt a kommentek között. Sziasztok! Mentem.